Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülő fiától, a mi útól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát, ami bűneinkért, hogy kimentene bennünket a jelen való bűnös világból, ami Istenünknek, atyánknak akarat a szent. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 165-ös számú dicséretünk az első versét, a 165-ös dicséretünk első versében magasztalatot, a Úrunkat. Itt van Isten köztünk, gyertek őt. Thank you.
Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, annak 5. fejezetéből, 12. és azt követő versekből a következőt írtam. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, kincsétek a kétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se tüzessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne olcsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljátok meg, a jót megtartsátok, a gonosz minden fajtájától tartózkodjak. Eddig az ígéret. Legyen át a Isten szent neve. Szeretett testvéreim, kedves gyerekek, pedagógusok, szülők, különleges alkalom ez, úgy gondolom mindannyiunknak az életében, az enyémben mindenképp, de biztos, hogy az elsős gyermekeknek az életében is, sőt, talán ha már itt tanítunk pedagógusok és a gyermekeiket ide járató szülők életében is, hiszen hosszú-hosszú ideje nem lehetünk együtt ilyen tömegben és ennyien objektív okok miatt. Hogy ma én állok itt, ezen a kis pulpituson szószéken, annak az az oka, hogy egy 10 éves fejezet lezárult a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskolának az életében, és a fenntartói jogokat és kötelezettségeket a Szatmári Református Egyházmegye átvette a Kevelbeli Fehérgyarmati Református Egyházközségtől. Mindennek rendelt ideje van, mondja a Szentírás, valamiért ez a rendelt idő most. Az élet az nagy dolog, és egyben nagy lehetőség is. Ebben az esztendőben, most a napokban több ilyen évutón is részt vettem, mind más volt, mind az egyházmegyei fenntartásnak a következménye. Így voltam egy hatalmas templomban, Nagyecseden, az ottani iskolának a tanítóját, együtt a gyülekezettel és az iskola közösségével. Aztán még ugyanazon a napon délután az egyházmegye egyik legkisebb templomában, Csengel Simán, amely egy kis ékszer doboz és egy nagyon pici kis iskolának az életében kaptunk éppen ezért részt. Most pedig itt vagyunk együtt a 21. század iskolájában. Talán megkockáztatom azt is, hogy nem is a 21. talán a 22. századé, mert mindannyian rácsodálkozunk. Minden változik körülöttünk, egy valami azonban nem. Az, amit itt olvastam előttetek, az ige az örök, és az üzenete is örök. Krisztus Urunk nem véletlenül mondja azt, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha meg nem szűnnek. A kereszténység, szeretett testvéreim, a Krisztushoz tartozás, a református identitás, az maga az élet. És ezt még egyszer hangsúlyozom, az maga az élet. A Krisztushoz tartozás az nem valamiféle elmond fogalom, nem valamiféle izmus, vagy spekuláció, vagy elmélet, vagy tudomány, vagy valaminek a megfejtése, időleges dolog, hanem az életnek a teljessége. És ezt az életet hozza elénk a felolvasott ige, amikor annyi mindenről beszél nekünk. Azt mondja, hogy próbáljátok meg békességben élni, és jól tudjuk, hogy milyen nagy szükség van erre. Próbáljátok inteni a tétlenkedőket, hogy ne úgy éljenek, ahogyan élnek. Biztassátok a bátortalanokat, mert erre is szükség van, mert sokan vannak ilyenek. Karoljátok fel az
az erőtleneket, mert más nem segíthet nekik, csak ti a rosszért jóval fizessetek, mert ez Krisztusnak a parancsa. Örvendezzetek, szüntelenül örvendezzetek, mert örömre teremtettünk, és a kereszténység az örvendező élet. Nem lefelé hajló szájú embereknek a vallása, akik így jönnek ki a templomból, hanem örvendező embereknek az élete. Imádkozzatok szüntelenül, és vigyétek oda Isten elő a dolgaitokat, tudjatok hálát adni, mert annyi minden történt, hogy körülnézünk magunk körül, vagy ránézünk a gyermekeinkre, vagy a unokáinkra, vagy éppen erre az iskolára, vagy a pedagógusokra, vagy a családunkra, vagy a gyülekezetre, vagy a templomra, vagy a mindennapi életre, vagy arra, hogy az felhő után aztán kisüt a nap, és mindig így volt, és így is lesz, akkor bizony van milyen hálát adni. A lelket meg ne olcsátok, mondja a Biblia Isten. Lelke itt van közöttünk, és nem nekünk kell azt eloltani, vagy éppen megszívni, mert úgysem tudjuk azt. Hiába próbál nekedek magatokban mindazt, amit az Istentől kaptunk. A jót megtartsátok, mindent megvizsgáljátok, a jót megtartsátok. A gonosznak minden fajtáját kerüljétek. Szeretett testvéreim, nem úgy van, hogy a kereszténység az csak a hittanórára tartozik, vagy éppen a templomi istentiszteletre. Az istenfélő embernek az élete mindig és mindenhol az Isten előtt zajlik, és az emberek előtt zajlik, és példaként kell, hogy álljon majd a többiek előtt. Templom és iskola ugyanaz az elvárás, és közös a feladat. Ez a feladat, ez közös, mindannyiunké. Az egyházé, bárki legyen is a fenntartó, az iskolájé, bárkik is legyenek a pedagógusok, a szülői, aki idehozza a gyermekét és a gyermekét. És ez egy nagyon fontos dolog. Az iskola, vagy az egyház a szülők nélkül nem tudja a maga hivatását és küldetését betölteni. Egyszer mesélte nekem egy debreceni hitoktató, hogy egy apuka szóvá tette a hitoktatónak azt, hogy hát a gyermek nem viselkedik otthon, vagy éppen az utcán, ahogyan kellene, pedig már két éve jár hittanra. Hát ugye érdekes dolog, ez mindannyiunkon múlik ennek például a sikere. Mi a teendő, szeretett testvéreim? Egyszer egy kis faluban, egy Uszka nevű kis faluban a határ mellett egy idős bácsi azt mondta nekem, hogy tiszteletes úr, én a legutább embertől is tanultam valamit. Én attól is lehet valamit tanulni. Elétek hozok egy példát, aki ezt valamikor mondta, az nem példaértékű nekünk, úgy gondolom, mert nagyon sok kárt is okozok. De volt egy mondata, oroszul mondanám, ucsica, ucsica, ucsica. Van, aki szerintem érti ezt, aki egy kicsit érdekel tanulni, tanulni, tanulni. Ez bizony megfontolandó, bárki is mondta. És azért vagyunk, hogy tanuljunk, tanulni az Isten igét és az ő akaratát, és ahhoz igazítani az életünket. Ez nagyon-nagyon fontos. Tanulni, gyerekek, írni, olvasni, számolni. Ha ez a három már megy, akkor azt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre elég, mert minden más ezzel a hárommal meg lehet az embernek tanulni, és tanulni az üdvösség ismeretét, és akkor valóban életünk lesz, valóban teljes életünk lesz. Néha az embernek döntéseket kell hozni, ehhez az élethez, de a teljes élethez is. Csengelsimai tanévító is elmondta a példát, de veletek is megosztom, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos, hogy mit is jelent egy ilyen döntés az Isten előtt. Nem lehet mindig mindent egyszerre megnyerni, vagy elrendezni. Nagyon-nagyon ritkán sikerül az embernek. Az 1932-es olimpián elindultak
evezősök, és volt egy evezős, aki az esélyese volt annak a számnak, és amikor elindult, akkor vette észre, hogy oldalról, hiszen egy ilyen kis természetes vizet rendezték ezt az olimpiai viadalt. Egy kacsa mama, mely 6 kis fiú, szépen oldalról elindultak. Pontosan az ő pályáján keresztül. És látszott, hogy ő teljes erőbedobással megy, akkor el fogja őket látszani. És neki egy döntést kellett ott is akkor hozni, vagy elgázolja őket és nyer, vagy pedig engedi őket elmenni, és akkor majd lesz valami, és sok-sok évnek a munkája talán a gárban lesz. És ő elengedte ezeket a kiskacsákat, és az Úristen adott neki erőt és kitartást ahhoz, hogy utolérje a többieket, és mégis megnyerte a versenyt. Jó döntést hozott, és az Úristen meg is áldotta ezt a döntést. Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves pedagógusok, egyházi előjárók, kedves mindjárt, Istennek semmi sem lehetetlen, úgy gondolom, ezt mindannyian tudjuk, és ha odafigyelünk, ha ő elé tudjuk tenni az életünket, akár ebben az eszendőben is, akkor nagyon sok minden sikerülhet. Úgy lesz a mi életünkben, ahogy volt egy hosszú-hosszú idő után, amiről a 126. Zsoltár olyan szépen szól. Mikor jóra fordított a Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmunk. Akkor megkelt a szám nevetéssel, és örömkiáltással elmentünk. Azt mondták ekkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Bizony, hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedvekhez hasonlóan, aki könnyezve vetettek, újonva arassanak, aki sírva indul, mikor vető magját viszik, újonva érkezik, ha kévé jut hozzá, mert az élet nagy dolog, és az élet nagy lehetőség. És azt mondja az ige, aki engem megtalál, az életet találja meg. Úgy legyen, örökkön. Helyünkre maradva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked minden ékezdetnek a lehetőségét, és köszönjük azoknak áldozatát, sok-sok tépelődését, sok-sok munkáját, akik előttünk jártak, és akiknek az élete mindezt itt és most lehetővé teszi. Köszönjük, Urunk, azt, hogy mi egy szívvel és egy akarattal most egy irányban részhetünk ebben az esztendőben. Köszönjük azt, hogy megőriztél bennünket a nyáron, visszahoztad a gyermekeket, szüleiknek örömére, Anya Szent Egyházunk javára, Isten nagyterének dicsőségére, ami reményünk szerint lehetünk majd együtt ebben az esztendőben. Kérünk téged, hogy áld meg az itt lévő munkát, áld meg a pedagógusok áldozatos életét, áld meg az egyházközséget, áld meg az egyházmegyéket, a szülőknek minden indulatát és akaratát. Te légyen, ami megtartunk, üdvözítünk. Amen. Mi Atyánk, aki vagyunk mennyekben, szenteltessék a nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a felelős. Ami minden nap a teherünket, add meg nékünk már, és bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, amit nekünk érkezik. És ne érjünk meg kísértésre, vagy szabadíts meg a rosszal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenki. Mindezeknek után Istennek néve, áldjon meg téged az Úr és Úriszennek téged, világosítsa meg az Úr az orcáját, te rajtad és különjöttem. Fordítsa az Úr az orcáját, te reád, és hagyjon néked békesség, most és minden időben. Örökkön, amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk végén a 434-es dicséretünket énekeljük. Nagyon jó volt hallani az első éneket, és minden újat tudta, úgy figyeltem. Kérjük a szüleinket, hogy csatlakozzunk a 434-es dicséret. Vezess Jézusnak a sérjátokat.
Szeretettel köszöntöm a 2021-2022-es tanév kezdetén a tanítító ügynökségünkről megjelent valamelyik kedves vendégünket. Üdvözöllek benneteket, kedves tanítványok, kollégáim! Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm az iskolában ma belépő elsős kisdiákjainkat. Szeptember 1-én, éppen 10 évvel ezelőtt, a Fehérgyarmati Református Egyházközség átvette a fenntartói jogokat Fehérgyarmat város önkormányzatától. Az első tanítót a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, óvoda és bölcsődében. Intézményünk a református szakmár egyházi fenntartási iskolájaként központja lett a református, keresztény, nemzeti értéket képviselni. Egy évtized alatt számos esemény történt, több száz fiatalunk útjára a felnőtt élet felé, miközben kinőttük a Május téli épületet. Páratlan lehetőségben részesültünk, amikor a magyar kormány jóvoltából 4 milliárdos beruházás keretében épült fel az új intézmény. Hálásan köszönöm meg az iskola, nevelőtestületünk, tanulói ifjúságunk, a szülői közösség nevében a kivételes támogatást. Az ország legmodernebb, legkorszerűbb, legjobban felszerelt iskolája szolgálja a református nevelés oktatást 2020. szeptember 1-e óta. Megköszönöm a fehérgyarmati fenntartó református egyházközség elnökségének és presbitériumának, hogy támogatták az elképzelést, az építkezést, a tervek megvalósulását, segítették a munkálatokat. Tisztelettel megköszönöm tanulóim, kollégáim és a szülék nevében, hogy 10 esztendőn keresztül ellátták a fenntartói feladatokat, támogatták az intézmény folyamatos fejlődését. Az egyházközség közelében maradva, azzal továbbra is együtt munkálkodva, hálatelt szívvel köszönünk el, hiszen 2021. szeptember 1-től az egyházmegyei oktatási koncepció jegyében a Szatmári Református Egyházmegye gyakorolja a fenntartói jogokat az intézményben. Kívánom, hogy az együttműködés szolgálja továbbra is a református Szatmári vidék gyermekeinek korszerű oktatását, keresztény nevelését. Tisztelt vendégeink, kedves tanulóink! Minden évben csodálattal tölt el az, hogy a természet naptára sohasem téved. Tanévkezdésre menetrendszerűen megmutatja magát az esős, hűvösebb idő, mintha csak a feledhetetlen napsugárban fürdőző nyarat siratnánk. Napról napra egyre több fecskei fogadja társai találkozóra egy kis utolsó, bajkos gyújtsuk elkettőzésre a nagy ütterőt. Fenn az égen sebeszányú fecske rajsa van, ragyogana, aranyálmi összereje van. Utak mentén leveleket hullatnak a fák, minden ilyen levél írja, menni kell tovább. Olvassam a napsugárban, mivel érdekel, iskolában, Afrikában, kikiútra kell. Lászlófi Haladár szeptember című versén ismerős soraiból idézte. És valóban, szeptember közelettével mindenki útra kell. A vívántoltokon csivitelve ülekeznek a fecskék, hogy megtegyék hosszúkat az évmilliók alatt kialakult szokásaiknak, útvonaluknak megfelelően. De nagy feladatra készülnek az iskolába induló gyermekek is. Kezdődik az új tanév. Egy évvel nagyobbak, erősebbek, okosabbak, és talán bölcsebbek is lettetek. Új feladatok, új célok, új tananyagok, új élmények várnak rátok az új tanévre. Kedves kis elsősök! Köszöntelek benneteket és izgatott szüleiteket itt az iskolában. Menni kell tovább, hangzott az ismerős vers sora. Mint a fecskék a fészke, ti is kinőttétek az óvodát, a kis ágyatokat, a kis széketeket. Mennetek kell tovább, mégpedig ide, az iskolába. Azért, hogy szépen mindezt megtanuljátok a 8 év alatt, amire felnőtt korotokban szükségetek lesz.
az olykor komoly, olykor vidám tanulásnak az elsajátításában tanítónénjék fognak a segítségetekre. A szüleitekkel együtt féltől vigyázzák majd az első szánycsapásokat. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat az iskolában, gyarapodjatok a tudásban, élményben. Kedves szülők, menni kell tovább. A gyermek fejlődését nem lehet megállítani, még néhány percre, néhány pillanatra sem. Bármire is szeretnénk visszafogni a gyorsan mondóra. Jó lenne még kicsinek, gondolannak tudni legféltettebb ízeinket, de jól tudjuk, hogy eljött az idő, amikor tovább kell lépnie. Az első osztályosoknak most jött el. Kérem, hogy terelgessék a gyermekeket ezen a nehéz úton, legyen segítségükre, hogy az élet első szánypróbálgatásait könnyebben vegyük. A tanítónénikkel együtt legyen a szél a szárnyaik alatt. Kedves tanítványaim, kollégák, szülők, vendégeim! Kívánom, hogy a tanévben az iskolai élet valamennyi szereplője, diák, szülő, pedagógus érezze jól magát, gazdagodjon élményekben, eredményesen teljesítsen, legyen partnere egymásnak. A 2021-2022-es tanévet megnyitom. Kölcsei Ferenc református általános iskola és óvoda dolgozója. A Szent Háromság Isten színe előtt fogadom. A hivatásom, a legjobb tudásom. Lelkiismeretem. Felelősségem és erőm szerint. Hűséggel igyekszem megtenni. A református egyház törvényes rendjét elfogadom és megtartom. Arra törekszem, hogy a reálbizottaknak Isten és az egyház iránti hűségben példát mutassak, őket úgy neveljem, hogy Jézus Krisztus követőiként, hitben és legjobb tudásuk szerint szolgálják Isten dicsőségét egyházunknak, hazánk és magyar nemzetünk javát. Isten egyenlőségét. Legyen figyeletek, igen, és tartsátok mindig ehhez a fogadalomhoz, és Isten adjon ehhez hitet, reménységet és erőt mindenkinek. Az igaz,
előfordulom, hogy a költség Ferenc református általános iskola és óvoda tanulóiához méltó módon szüleimet és tanáraimat testvéri szeretettel, viselkedik. Az iskola, hagyományait, állom, rendjét megtartom. Kérem Istent,
Először az osztályfőnök a személyét ismerhetem. Az első pár osztály osztályfőnöke teljesen uváltani tanítónő, az első fél osztály osztályfőnöke hozzákonsítósúli tanítónő. A tanévúr osztályfőnöke. A harmadik fél osztály osztályfőnöke Szabó Lévi tanít a tanítónő. A harmadik fél osztály osztályfőnöke Kartosnyi Barta Szilvia tanítónő. Az ötödik felosztály osztályfőnöke Kottas András tanár úr, az ötödik félosztály osztályfőnöke Károly Jóvát Kapilena tanár úr. A tankönyveket holnap, szeptember 1-én a szerdán, az első tanítási napon vehetik át a tanulók az osztályfőnöktől. A 16 óra előtti és a 16 óra utáni időpontokhoz kapcsolódó kérdéseket, valamint a média hozzájárulási nyilatkozatot szintén holnap kérhetni, kapják meg a tanulók. Kérnénk a tisztelt szülőket, hogy már az első tanítási napon jelezzék, hogy gyermekük számára háromszorú étkezést kívánnak igénybe venni, vagy csak ebédet kérnek. A kedvezményes étkezésre jogosító igazolásokat tekintetesen kell mutatni. Változatlanul fontos, hogy továbbra is figyelmet fordítsunk az alapvető egészségvédelmi szabályokra. A beállásnál elhelyezett készfertőtlenítéket használjuk a telefonon. Kérjük a kedves szülőket, hogy amennyiben gyermekük beteg, tüneteket produkál, ne hozzák őt az intézménybe, és mindenképpen gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Tisztelettel kérjük, fokozottan tartsák szem előtt közösségünk egészségét. Megértésüket, támogatásukat tisztelettel megköszönjük. Kedves tanítványaink! Magyarország Sándor, egy manikó néni, 40 év szolgálat után nyugállományban volt. A tegnapi napon az iskola alkalmazottak közösségének körében elbúcsúztattuk. A tanítónénit szeretnénk megköszönni manikó néninek, hogy rendben tartotta a környezetünket, segített, hogy otthonosan, komfortosan érezzük magunkat. Megkérlek benneteket, hogy egy tapsal fejezzük ki hálánkat, kívánjuk hosszú, boldog, nyugdíjas éveket. Kérem, hogy ünnepségünk zárásaként énekeljük el a szózatot.